Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatódik sportlegendák sorozatunk. Képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit elképzeltél, és teremtsd meg, amit kívántál. Ebben a beszélgetésben mindenképpen illik George Bernard Shaw gondolat, amit pedig azért, mert mai vendégem bizony elképzelte és megteremtette, így aztán a tündöklően tehetséges Deli Ritát köszönhetem itt, az akkori tündöklően tehetséges Deli Ritát, aki jelenleg az Alba Regia KC legnagyobb örömünkre vezetőedzője. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, én is köszönöm a meghívást. Korán sem véletlen ez a jelző szerkezetet, a tündöklően tehetséges, hiszen aki 14 esztendősen gyermekfővel, ha úgy tetszik, bár a lányok előbb serdülnek és előbb lesznek érettek, azt tudjuk, már az első osztályban játszhat abban a sportágban, amelyet annak idején kiválasztott magának Tatabányán, az én azt gondolom, hogy az valódi tehetség. De hogy kezdődött? Hogy indul el egy kislány, egy kicsi lány azon az úton, hogy ő kézilabdázik? Hát először is a családi háttér, az mindenképpen meghatározó volt. Tatabánya egy hihetetlen sportvárosa volt az országnak, és hát édesapám az akkori tatabányai bányásznak, mondhatom azt, hogy legendás balszélsője volt. És hát a családi indítatás az nyilván innen indult, hogy az sportpályafutása az meghatározó volt az én életemben is. Úgyhogy egy sportokozatos általános iskolába irattak be a szüleim, a Ságvári Endre általános iskolába Tatabányán, és az ottani nagyon jó szemű testnevelő tanárom volt az, aki hát egyengette az utamat, és hát már azért ott lehetett látni, hogy ennek a sportágnak akár alkatilag, akár elhivatottság szempontjából valószínű, hogy jól meg fogok tudni felelni. Úgyhogy itt akár atlétika versenyről, akár torna versenyről lévén szó, mindenben részt vettem. Egy hihetetlen mozgékony kislány voltam. Úgyhogy a kézlabda volt az, amiben az akkori sporták képviselők kijártak az iskolákba, és hát tulajdonképpen kiválogatták az akkori gyerekeket a sporták számára, úgyhogy én is ennek megfelelően a kézlabdát választottam. Tehát egy másodpercig sem volt kérdéses, hogy ez lesz a sportágot, hála Istennek. Rögtön balátlövőként kezdted? Hát mindenképpen az átlövő pozíció volt az enyém, hiszen akkor már majdnem egy fejjel magasabb voltam, mint a saját korcsoportom. Ilyen nyurga kislány voltam, nyilván a testalkatomból kifolyólag abszolút ennek a pozíciónak voltam megfelelő. Kevesen tudják, vagy kevéssé emlékeznek rá, akkoriban azért Budapest volt mindenképpen a női kézilabda városa, ahogy tetszik, bár a Bakonyvegyész azért már ott volt akkoriban, a Tóth-Harsányi Boriék a régi időszakban, Tóth-Harsányi Katik, persze az még korábban volt. Tehát jött a Spari. A Spari hívott, vagy vágyottál egyébként is Pestre, egy magasabb szintre? Hát ez egy érdekes helyzet volt, hogy az akkori tatabányi szénbányák egy hihetetlen bázist biztosított különböző sportágaknak. Én akkor voltam harmadik osztályos gimnazista, és egy olyan helyzetbe jutott az akkori tatabányi szénbányák egyesület, hogy megszűnt a szponzori háttér, és hát sajnos nem tudtunk az NB1-ben maradni, és akkor keresett meg a budapesti Spartacus, hogy az utolsó évemben, amikor gimnáziumban jártam, hogy esetleg egyesületet váltsak. Ez nagyon hosszú folyamat volt, és nagyon komoly gondolkodást igényelt a családom részéről is, és hát akkor elhatároztuk, hogy a fejlődésem szempontjából, de ezt szeretném hangsúlyozni, hogy csak emiatt, hiszen nem volt már meg az akkor a lehetőség az anya egyesületemben, hogy tovább fejlődjek, úgyhogy így döntöttünk amellett, hogy a budapesti Spartacust választom. Ez egy remek döntés volt, csak egy kicsit visszatérve Tatabányára, én még emlékszem a legendás Kiplik Plotár Vince csatársorra, Szabó Gyurira természetesen, mint valamennyi sportkedvelő és futballhoz közel álló. És hát az sem volt akkor kérdéses ezek szerint, hogy úgy leszel tanár, hogy testnevelési főiskolát választod? Igen, nekem ez, már mondhatom azt, hogy gimnáziumi éveimben egy elhatározott célkitűzésem volt, hogy profi sportolóvá váljak, illetve
a tanári pályát mellette megpróbáljam elvégezni, és ez a fajta, hát mondhatom azt, hogy céltudatosság, ez megmaradt végig bennem, és az ugyanúgy cél is volt. Ugye a budapesti Spartakuszba úgy igazoltam egy évre, hogy azt tudta az egyesület, hogy én felvételizni fogok a testnevelési főiskolára, és ebben ők természetesen abszolút partnerek is voltak, és hát szerencsére sikerült is a felvételünk. Igen, hát a TF pedig adta magát nyilvánvalóan, ha nem is azon a szinten. Egyébként az nem vett vissza egy sportolót, aki magasabb szintet képvisel alapból, hogy egy viszonylag, mondom, viszonylag gyengébb csapatban játszik a főiskolás évek alatt? Volt benne nyilván egy pici visszalépés, viszont én azt gondolom, hogy ugye akkor kötelező volt nekünk ott játszani, tehát nem volt arra lehetőségünk, hogy esetleg maradjak a Spartakuszban, és akkor amíg az egyetemi évemet töltöm, addig ott játszom, hanem nekünk, és ezt mondhatom azt is, hogy ez egy jó dolog is volt, hogy az egyetemünket kellett képviselnünk. Volt közben egy térsérülésem, egy keresztszalagsérülésem, ami talán ilyen szempontból jó is volt, hogy volt arra időm, hogy felépüljek. Úgyhogy az első, második évfolyamban hát úgy töltöttem az időszakot, hogy ez az NB1B-ben történő játék, ez segített abban, hogy rehabilitálódjak. De hát természetesen mellette teljesítenem kellett a gyakorlati követelményeket a TF-en. Úgyhogy mondhatom azt, hogy egy jó időszak volt attól függetlenül, hogy nem az NB1-es szinten játszottam. Aztán kinyílt a világ, ugye 89-nek, 90-nek a rendszerváltásnak többek között azt is köszönhetjük, hogy tisztázottak a tulajdonviszonyok. Így aztán születtek vidéken is bázisok, annak köszönhetően, lásd Dunói város, hiszen most Dunói városba megyünk, hogy igen, a Dunafer magára talált, és a Dunai Vasműből lett a Dunafer, és egy olyan bázist tudott biztosítani jó néhány helyen, és ebbe beleértve a női kézilabdát és a futballt, mert a futballt ilyen értelemben ők se hagyták el, hogy egy fantasztikus csapatot építettek. Hiszen ne feledjük, hogy a semmiből egy új másik világot teremtettek, hiszen 94-ben igazoltál Dunajvárosba, és 95-ben már Kekket nyertek, ma már nincs ilyen, ugye, hanem EHF kupa meg, és a igen, többi. De ez egy óriási siker volt. Igen, és az is bizonyítja, hogy tulajdonképpen a tehetség nem vész el, hogy természetesen egy komoly munkát tesz bele az ember, hiszen NB1B-ből NB1-be tudtam igazolni az egyetemi államvizsga után, és hát a Dunafer csapatát tudtam így erősíteni. Ahogy te is említetted, egy nagyon jó összetételű és nagyon erős csapatot tudott összehozni a Dunai város. Kicsit össze tudnám hasonlítani az akkori Tatabányai Bányászt, az akkori Vasművel, hogy egy hihetetlen komoly, nem csak anyagi, hanem mindenféle szempontból szurkoló tábor tekintve hihetetlen sok sportág képviselte az első osztályt. Úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon jó döntés volt abban az időben, hogy 22 éves voltam akkor, hogy tulajdonképpen egy top csapatban tudtam játszani. Igen, hát a magyar ipar égköve volt a Dunafer mindenképpen, és ez meglátszott egyébként Dunaújváros és Székesfehérvár viszonyán is, amíg mi akkoriban még kezdtünk csak kilábolni a poros mezővárosi jellegből, Dunaújvárosba jártunk például, ha tetszik, ha nem, tehát a futballisták zöme bulizni, ugyanis Székesfehérváron jószerivel akkoriban nem nagyon volt semmi, Dunaújváros pedig élt, mozgott rengeteg fiatallal. Milyen volt Dunaújvárosban élni és játszani, hiszen egy komoly bázis, komoly szurkolótáborral rendelkezett? Milyen volt ez a csapat belül? Nagyon komoly sportélet volt, mindenki mindenkit ismert. A jégkorongozók, a futballisták, a kézlabdás lányok, a röplabdás fiúk, főleg ugye a férfi szakágak voltak, mi hozzánk hasonlóan nagyon-nagyon dominánsak. Volt egy közös étterem, ahol a napi étkezést folytattuk, és nagyon jó volt, hogy nyomon tudtuk követni egymásnak a sikereit. Kijártunk egymás mérkőzésére, természetesen amikor engedte az időnk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan élő, egy virágzó város volt akkoriban Dunaújváros, hogy öröm volt ott sportolni. Nyilván a város jellegéből adódóan azért egy, mondhatjuk azt, hogy egy azért kis város volt. A főúton kívül, ami a közösségeknek a szintere volt, én azt gondolom, hogy azon kívül a napi élet, az mindig a sportpálya köré volt fonható.
Igen, Szélig Viktorék, aki ugye most szintén itt van Fehérváron velünk, nagyon sokat mesélt erről, hogy Ladányi Balázsékkal és a többi legendával hogyan miként éltek akkoriban. Aztán jött a Vasas két esztendő után, és ott is két éve, ez nagyon rövid idő, de akkor már ismét a főváros felé ment az utad. Miért választottad a fővárost? Ott ugye Csík János volt a csapat vezetőedzője abban az időben, és azért azt gondolom, hogy az ő személye mindenképpen meghatározó volt, illetve a játék lehetőség is természetesen amellett szólt, hogy váltsak egyesületet. A Vasas is egy nagyon patinás egyesület volt, hát nem csak akkor, hanem azért az azt megelőző években is. Európa kupában is szerepelt, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kicsit másabb fajta, semmiképpen sem gyengébb csapatba, de egy kicsit másabb összetételű csapatba igazoltam. Időközben aztán egyre eredményesebb lett. Ugye akkor jött két egymást követő esztendőben a gólkirályi cím, én azt hiszem, hogy arra mindenki büszke lehet, főleg abban a mezőnyben, mert majd a 2000-es olimpiai ezüstérmes csapatnál felsorolom, hogy ki mindenki szerepelt átlövő poszton például, tehát zseniális szélsők mellett, úgyhogy az egy fantasztikus időszak volt. A Fradi volt az álmod? Mint minden, tehát azt mondják nekem, futballisták vagy egyéb, ha a Fradi csapat, bármelyik csapatról legyen szó, aki nem játszott a Ferencvárosban, az nem is sportoló. Mi vitt a Ferencvárosba? Igazából ez egy érdekes, én azt gondolom, hogy aki nem játszott a Ferencvárosban, az nem tudja, hogy milyen a Ferencvárosban játszani. Én ezt alátámasztom, hogy addig nem gondoltam. A Németh András hát hívószavára mentem, természetesen akkor egy magasabb szintű csapatba tudtam igazolni, és hát meghatározó játékosaként. Az az időszak volt, ahol talán a sportpályafutásom legmagasabb szintjén tudtam játszani, és azt tudtam nyújtani, amit valójában tudtam. Úgyhogy a Ferencvárosban teljesedett ki talán a pályafutásom. Nagyon jó játékosokkal játszottunk együtt, és ez talán az alapja is lehetett annak, hogy a válogatott abban az időben nagyon eredményesen is tudott szerepelni. Káprázatos csapat volt. Hát a Fradiról már beszéltünk, hogy a Fradi képviselte akkor az alapból a szintet, tehát körülbelül, mint most, a Győr. Egy kicsit megfordítom. Igen. Az volt a Fradi, hiszen ha csak, ja, beszéljünk először Sidneyről, mert utána majd a csapat, de hogy a csapatban kik voltak, csak hogy megerősítés nyerjen, amit mondtál, meg amit gondolnak a nézők is. Balogh Bea, Farkasági, Kulcsár Anita, Isten nyugosztalja, Kántor Anikó, Kökény Bea, Lővi Dóra, Pádár Ildi, Pálinger Kati, Radulovics Bonyán, tehát egy dunaújvárosi csapattárs, Pigniszki Kriszta, Siti Bea, Farkas Andrea, Simics Judit, egy zseniális összetételű csapat Mocsai Lajossal az élen, aki akkor már azt hiszem, hogy a 6. éve volt női szövetségi kapitány. Milyen volt ez a csapat, és milyen volt Sidney? Hát én azt gondolom, hogy a nevek magukért beszélnek. Én azt gondolom, hogy egy olyan generáció képviselte magát, akik mindig az aktuális csapatukban meghatározó személyiségek voltak, és több csapatba koncentrálódtak azért a játékosok. Tehát mondhatom azt, hogy ha mai játékot beszéljük, hogy Győr, Ferencváros vagy Érd, azért ott több csapatban játszottak ezek a játékosok, függetlenül, hogy lehetett beszélni egy balszárnyról, egy jobbszárnyról, hogy mondjuk csak Ferencvárosban játszó játékosok, de bárki volt a pályán, bármelyik, mondhatom azt, hogy nem volt A vagy B sor, két egyenrangú sora volt az akkori válogatottnak, és mindannyiunk meghatározó személyiségek is voltak, én azt gondolom, nem csak a sportban, hanem a magánéletben is. És hát mondhatom azt, hogy a Sydney Olimpia az egy nagyon meghatározó része volt, nem csak a magyar kézlabdának, hanem a mi életünknek is. Nyilván esélyesként utazott ki a csapat, de rajtunk kívül még volt legalább 8 csapat, aki ugyanezt szerette volna. És ahogy folyt a verseny, tehát akkor lehetett lépésről lépésre haladni, és azért nagyon rögös út volt, mert ha valaki emlékszik az osztrákok elleni mérkőzésünkre, akkor ott az utolsó másodpercben dölt el, hogy elődöntőt tudunk játszani. És ne feledjük a Hippo Máriát, Gunnar Prokop már vitte oda a
aztán honosított játékosokkal annyian voltak, mint Égen egy csillag, egy osztrák se volt, vagy egy-kettő talán. Hát honosított. Honosítottak, honosított, úgy értem, igen. Tehát ez zseniális volt. Sokan azt mondják, hogy annak a csapatnak voltak éppen nem is kellett edző. Ez nagy butaság, mert Mocsai Lajos előtte is, és utána is bizonyította, hogy a sporták professzora. Hát ez így van. Ez így van. Azért olyan nincs egy, hogy a lovakat csak úgy kiengedjük, és maguktól mennek egy irányba. Ehhez természetesen kell egy remek szövetségi kapitány, vagy akár egy vezetőedző. Az biztos, hogy én azt gondolom, hogy hát élményszáma mellett ilyen játékosokkal dolgozni, de hát ezt nyilván ő tudná jobban elmondani, de lehetett alkotni, tehát mindenre fogékonyak voltunk, nagyon rutinos csapat voltunk akkor, tehát olyan életkorú, tehát azt gondolom, hogy 28, ha csak saját magamról beszélek, vagy nálam idősebb 30-31, tehát nagyon nem mondhatjuk azt, hogy az egy fiatal csapat volt, hanem egy nagyon tapasztalt, rutinos, nagyon jó életkorú csapat volt, és rengeteg tapasztalattal a hátunk mögött. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási eredmény volt, független attól, hogy a döntőben hát nyilván nem mi jöttünk így győztesként. Ezt bánjuk, szánjuk, bánjuk. Ugyanakkor a lovakkereszt az nyilván sok mindenkivel. Ugye a Balogh Gábor, Bárdossy Sanyi, Kovács Kati, Márkus Erzsi, Szabó Szilvi, Viski, a kajakpáros is magyar érdemet lovakkeresztjét vehette át. És az új évezred pedig egy új kalandot hozott neked. Tehát Gunnar Prokopot már említettük, Németh András nem különben, abban az összefüggésben pedig nem, még nem, hogy a Hypo Niederösterreich tárt karokkal várt benneteket, és az egy olyan időszak volt, hogy Jószerivel mindig volt magyar játékos, 3-4-5 egymást követően, vagy egyszerre, vagy egymás után. Mi az, ami megkülönböztette azt az osztrák érát a Magyarországon megszokottól? Milyen volt az a két év a Hypóban? Hát egyrészt igen, elég jó sok voltunk. Nagyon érdekes volt a kommunikáció az öltözőben, hát mint a bábeli zűrzavar. Tehát ott volt a szerbtől a montenegrói játékosig, a brazilig, az orosz, ugye magyarok, akkor éppen Balogh Beával, aztán később Lövi Dórával játszottam együtt. A közös nyelv az viszont a német volt, tehát ott nem volt párdon. Aki nem beszélt, annak az Egyesület biztosította a német nyelvnek a tanulását, és amikor Gunnar Prokop bejött az öltözőbe, azt tudni kell, hogy nem ő edzette le a csapatot, hogy ez egy nagyon érdekes hát sportszakmai háttere volt, mindig volt a csapatnak egy edzője, de a mérkőzésre ő jött be, és a taktikát, a felállítását a csapatnak, azt viszont az abszolút az ő prioritása volt. Úgyhogy ez egy teljesen más világ volt, nagyon sok tapasztalattal meg kellett szokni, hogy a teljesítmény egyébként itthon is 100%-ot kellett nyújtani, de ott külföldiként nem volt párdon. Tehát ott nem volt kérdés, hogy most 120%-ot teljesítsen az ember. Nyilvánvaló nem volt kényszer Prokop számára ez a történet, viszont ugye az úgy kezdődött, ha jól emlékszem, igen, hogy brazil játékosokkal kötött egy szerződést a Brazil Kézilabda Szövetséggel, és fantasztikus brazil játékosokat hozott, és utána már nem volt megállás, tehát jöttek a szerbek, magyarok, mindenhonnét a legjobbak természetesen. Egy kicsit olyan volt ez, mint a Győr meg a Siófok együttvéve természetesen. Tehát magyar szót helyesebben, hát német szót ritkán lehetett hallani, ha csak nem volt kötelező. Miért csak 2 évet maradtál? Hiszen ez egy fantasztikus lehetőség volt minden értelemben megalapozni a jövőt. Akkor volt talán a Hypobank egy olyan időszakában, amikor ugyan még Bajnokok Ligájában szerepeltünk, ugye minden évben, viszont már nem felerősödtek hozzá az európai klubcsapatok, tehát nem volt az egyeduralmi szerepköre a Hypobanknak. Ez volt az egyik része. A másik egy családi tragédia volt, akkor abban az időben halt meg az édesapám, és úgy gondoltam, hogy bármennyire sem volt messze az itthon, de lelkiekben ez egy nehezen feldolgozható helyzet volt, illetve
a fehérvári csapattól, abban az időben, hogy a Cornexinek hívták, nagyon nagy terveket szövögetett, és azok a játékosok, akik kint játszottunk abból a Sydney csapatból, többeket hívott haza, és hát ez volt, én azt gondolom, az egyik legnagyobb hívó tényező, ami a váltás mellett szólt. És utána rövidre sikerült a játékos pályafutásod, ugye tudjuk, hogy volt egy ahilleszín-gyulladásod, egy krónikus. Ez nagyon visszavetett, vagy számítottál rá, hogy előbb-utóbb abba kell, hogy hagyd? Mennyire nem vett vissza számítottam egy ilyen rá. Nagy sérülés egy játékos? Hát ezzel ugye az volt a pontos része, hogy vagy műtét, vagy ugye ezzel húzom egy darabig, vagy a szerződésem végéig. Én azt gondolom, hogy már egy olyan stádiumában volt ez a sérülés, hogy nem szerettem volna már megműteni, hiszen akkor már 32 éves voltam, úgy szerződtem, hogy ez lesz az utolsó két szezonom, úgyhogy amellett döntöttem, hogy akkor a műtétet már kihagyom, mert abból volt egy pár, és hát így ez jelentette a pályafutásom befejezését. Ugye akkor már a család, abban az értelemben családos voltál, hogy fehérvári voltál. Igen. Tehát fehérváriak voltatok, ami azt jelentette, hogy itt tervezted a jövődet is. Tehát egy másodpercig sem volt kérdés, hogy a Cornexit átveszed, és majd a City BH-val később itt szépen sorban föl-föl, vagy Eszterrel, vagy a többiekkel. De mennyire visel meg egy embert, aki ráadásul ízig-vérig nő, a váltás, az ilyen óriási váltás? Hát azt mondhatom, hogy talán szerencsés voltam olyan szempontból, hogy a családalapítás az teljesen folytatólagos volt. Ugye a házasságot kötöttünk, és hát utána Lili már kopogtatott. Ilyen szempontból, hogy egy profi pályafutás befejezése után talán nem volt olyan nagy űr, hogy most mit is kezdjek magammal, bár azt gondolom, hogy ugye a tanári diplomám az mindenképpen, és az edzői diplomám egy jó része annak, hogy esetleg a privát életben taníthattam volna, de ez az átmenet, ez egy nagyon-nagyon jó átmenet volt, hogy akkor családanyaként, anyaként, feleségként kellett helytálljak, és én azt gondolom, hogy ez talán zökkenőmentes volt egy ilyen nagyon hosszú 20 éves sportpályafutásnak a befejezése. Mielőtt folytatjuk, ugye hadd jegyezzem meg, hogy ugye a férj, Balási Imre, Jimmy, az Albafehérvár kosárlabdaklub és az Albafehérvár kézilabdaklub elnökéről van szó, igen. És közös gyermeketek pedig ugye 2004-ben hagytad abba, 2005-ben született meg Lili. Így van. Aki most már nagy lány, hiszen... Igen, és hát ő volt az EHF baba, mert azért azt tudni kell, hogy akkor, amikor a döntőt játszotta a Cornexi csapata, akkor én már ki voltam írva Lilivel 16-ára, május 16-ára, 2005-öt írunk, és hát olyan rendes baba volt, hogy megvárta a döntőt, az volt 22-én, és akkor 24-én megszületett. Na, hogy készültél az edzősködésre? Hiszen a végzettséged meg volt egyik oldalra, a tanári edzői. Nyilvánvaló, hogy alap és felépítmény mondták régen, de ez most is így van, hogy egy sportklubot az minősít igazán, hogy foglalkozik-e elegendően olyan szinten az utánpótlással, ami elvárható egy magára valamit is adó NB1-es klubtól. Hogy tervezted meg a munkádat? Amikor még Lili pici volt, akkor hát azért hiányzott az a mozgalmas élet, amit nyilván az otthoni baba program már nem tudott kiteljesíteni. Úgyhogy elkezdtem egy nagyon pici csoporttal edzősködni, és hát ez volt az a bevezetése a profi pályafutás és a privát élet között, hogy az akkori utánpótlás vezető szólt, hogy akkor lenne egy új kezdő csoport, és hogy elvállalnám el. Úgyhogy így kezdődött. Egész picikkel foglalkoztam. Akkor még egyébként volt egy ilyen vegyes csoport, hogy fiúk is járhattak, és hát ez volt, ami az edzői pályafutásom kezdetét jelentette. És akkor időközben az utánpótlás vezetést is átvettem. Minden utánpótlás korú csapatra rálátásom volt, annak a szervezése, a szakmai támogatása is hozzám tartozott, és hát időközben megszületett a második kislányunk, Sophie, és azt követően kezdtem
egy nagyobb csoporttal foglalkozni, és hát az ifi csapat és a junior csapat volt az a korosztály, akivel aztán több éven keresztül is foglalkoztam és versenyeztettem. Folyamatosan fejlődtek, néhányan azért eljutottak az első osztályig, tehát az NB1-ig, 2016-ban pedig jött az elkerülhetetlen. Én azt gondolom, hogy aki beágyazódik egy, és ráadásul kellő tehetséggel bír, végzettséggel, stb., az nem kerülheti el, hogy első számú edző legyen, tehát vezető edző legyen. Ez 2016-ban be is következett. Köszönjük a sorsnak egyéb iránt, meg hát aki döntött erről, nyilvánvaló. Milyen változást hoz egy edző életében, ha az első osztályba kerül, és egy olyan első osztályban, ahol van két sztárcsapat, aztán van feltörekvő csapatok, lásd Ért Siófok, és vele hasonló szintűek, mint Debrecen, nem sorolom. Mekkora felelősség ez? Hiszen kiesni nem lehet jószerivel, viszont főleg egy olyan bravúr után, mint az EHF kupa győzelem, azért vannak elvárások is. Hát ez egy óriási váltás volt. Akkor talán, amikor ugye ez egy évközben történő váltás volt, tehát február 29-én vettem át szezon közben a csapatot. Ott ugye a cél az volt, hogy hát jusson be az első nyolcba a csapat. Akkor még más rendszerben volt, tehát keresztjátékkal döntötték el, hogy ki kerül tovább. Úgyhogy hát nagyon jó visszaemlékezni azokra az időkre, mert hát úgy belecsöppentem ebbe a felnőtt profi világba. Óriási váltás volt mindenféle szempontból az, hogy mennyi időt kell arra a munkára fordítani. Addig sem dolgoztam keveset, de az, hogy vezetőedzőként, hogy milyen felelőssége van az embernek, azt megmondom, hogy nem is gondoltam ott hirtelen. Az az eredménykényszer, ami magamból is adódik, hogy maximalista vagyok. Tehát én, hogyha valamit csinálok, akármikor pályafutásomat játékosként, vagy akár edzőként, tehát nálam nincs, hogy közepesen, hanem ott maximálisan. Magammal szemben vannak a legnagyobb elvárásaim, és természetesen a játékosaimmal szemben is. Egy olyan időszakát éltük, hogy ugye akkor bejutott a csapat a Magyar Kupa döntőjébe, és hát végül is kivívtuk a hatodik helyet a bajnokságban, és ezzel indulhattunk az EHF kupában. Akkor szervezték át a lebonyolítást, hogy már csoportkörben játszott, ugye 2016-17-ben az, aki tovább jutott, és ez egy óriási eredménynek számított. Mondhatom azt, hogy egy olyan Krasznodár ellen játszottunk a csoportkörben, ahol hát Jevgenyi Trefilov volt az edző, ami mondhatom azt, hogy edzőként meccselni vele, hogy ő a Krasznodár edzője, én pedig az Alba-Fehérvár edzője, hihetetlen. Egy legendáról beszélünk. Így van, tehát hogyha esetleg valaki nem tudja a tévénézők közül, tehát ő egy ikon az orosz sportágban, és tehát például velük játszottunk a csoportkörben úgy, hogy nagyon szépen helytáltunk, az Érd játszott egyébként abban az évben még csoportmérkőzést. Úgyhogy mi ott a Bresttel, akik most BL-ben játszanak, Krasznodárral játszottunk, az akkori Lipcsével, tehát egy nagyon komoly évet zártunk abban az időszakban, és olyan játékosaim is voltak, akik minőségben, kvalitásban, tehát azért komoly-komoly nevek voltak a szakmában. Hogy választottál magad köré csapatot? Tehát nem játékosokra gondolok, hiszen azt azért helyek közel meghatározza a klub anyagi lehetősége. Hát Sugár Tímea, akit azért annyit mondanék róla, hogy ő is egy kiváló kézlabdázó volt, válogatott kapus volt, és ő már akkor itt dolgozott, hiszen ő abban az EHF győztes csapatban volt, aki ugye 2005-ben megnyerte az EHF kupát, és ő a sérülése után az egy cél volt, hogy az Egyesület megtartsa azokat az értékeket, akik akár az Egyesületnél fejezték be a pályafutásukat, ő volt az egyik, úgyhogy ő akkor már aktív kapus edzőként dolgozott a korábbi edzők stábjában, úgyhogy én mindenképpen rá számítottam. A másodedzőm, ő Siti Eszter volt, aki ugyancsak itt fejezte be a profi pályafutását, és nagyon jól tudtunk együttműködni. Ő az ifi csapatnál is már
együtt dolgoztunk, és én úgy gondoltam, hogy ha én a felnőtt csapatot viszem, akkor a nyártól, mert ugye ez egy idő, tehát egy 2 hónapos időszakot töltöttünk úgy, hogy ő még vitte tovább az ifi csapatot, hiszen őket sem hagyhattuk cserben, és akkor ezt nyártól pedig már teljes mellszerességben az én másodedzőm volt. A masszőr kérdése nem volt, hiszen Bíró László már akkor is, úgyhogy ő is a jelen pillanatban is egy kiváló szakember a saját területén, úgyhogy így alkottuk az akkori stábot. Jelen pillanatban ez a második éve, hogy Gál Bence az erőléti edzőm, győri származású, és a hét bizonyos napjain jön és segíti a csapat, illetve a stáb munkáját, és nem szeretném elfelejteni a rehabilitációs edzőnket, Horváth Hajnalka nevét, hiszen ő akár a sérülések megelőzésében, akár a sérülések utáni felépítésben nagyon-nagyon fontos tényező. Ők a szűk szakmai stáb, de természetesen azért a háttérben az egyesületnél rengetegen dolgoznak, hogy minden feltétel adott legyen ahhoz, hogy... Ami fontos még, hogy ugye Magyarországon is, meg általában a hozzánk hasonló országokban, ahol komolyan veszik a csapatsportákat, 2 út létezik. Az egyik, ez pénzkérdés elsősorban, meg mentális tematika kérdése is. Az egyik az a Győré egyértelmű, hogy egy légiós világválogatottat építenek, és ugye verhetetlenek. A másik az út a Fradi, hogy a magyar játékosokban, és lehet, hogy nem ők nevelik, de elsősorban a néhány kiegészítéssel magyar út. A következő régióban ott van már mindenhol, hogy Siófok, ahol szintén ugyanazt az elvet vallják, mint Győrben az Érd, akiknél van pénz, tehát azt nagyon is jól tudjuk, hogy és egy remek edző, aki azért egy kvalitásos szintén. És akkor vagyunk mi, azt mondom, akik egyik oldalról hagyatkozunk a magyar játékosokra, egy-két bevált légiós, hiszen nálunk is azért itt vannak a Mendiék, tehát egy remek csapat, a kapusok nem különben, az Ingré az szerintem teli találat volt. Ez az út ezen a szinten, mert ez nem, ez, tehát félreértés ne essék, mi nem Győrben kell, hogy gondolkodjunk, hanem egy NB1-es középcsapat minél feljebb értelemszerűen. Hát az út... Vagy vannak még álmaid? Vannak álmaim. Vannak álmaim, természetesen. Az álom, én azt gondolom, hogy valahol a realitással kell, hogy párhuzamosan, vagy a lehetőségeinkkel kell, hogy párhuzamos legyen. Most, hogyha a jelenről beszélek, ez most egy nagyon nehéz szezonunk, mert az eltervezett csapatunkhoz képest nagyon komolyan meggyengültünk, sérülések, anyaság miatt, és olyan... fiatalitásba kezdtünk, ami talán egy kicsit meg is haladta azt a magabiztosságot, vagy biztosságot. Tehát mondhatom azt, hogy azért 19-re húztunk lapot, amiben komoly kockázat volt, és most ez a kockázat, ez most hát be is bizonyosodott, hogyha ebből egy-egy játékos kiesik, akkor azért a stabilitásunkat elveszíthetjük. De én azt gondolom, hogy az álmokra visszatérve természetesen szeretnénk olyan, vagy szeretnék én is egy olyan csapatot hát igazolni, vagy a saját nevelésű játékosainkból olyan játékosokat kinevelni, hogy vissza tudjunk térni a nemzetközi szintére. És hogyha majd egyszer talán Fehérváron is lesz olyan lehetőség bármilyen szempontból, akkor küzdhessünk nagyobb célokért is, mint hogy esetleg a középmezőnybe megragadjunk. Mert én azt gondolom, hogy a városban rengeteg kiemelkedő sportág van, akik azért mondhatjuk azt, hogy vagy a bajnoki címért, vagy dobogóért játszanak. Úgyhogy remélem, hogy egyszer a kézlabda, a női kézlabda is lesz majd olyan. Nem, nincs női sportág, nincsen sajnos. Igen. No, Lili és Szofi. Köszönöm szépen, hát ők is a kézlabda sportágnak a szorgalmas kis kézlabdázói. Lili az U15-ös csapatnak, ő már Sedlő csapatnak a tagja, és Szofi pedig az U11-nek. Nagyon szívesen járnak, nagyon szeretik a sportágat, hiszen ott nőttek fel a pályán, úgyhogy mindketten olyan ügyesen birkoznak meg mind a tanulmányi szintérrel, illetve hát a sporttal is.
No, hát akkor kerek a világ. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én és hát köszönöm. Természetesen figyeljük az eredményeket. Nincs kétségem felőle, hogy megvalósulnak az álmaid, úgy legyen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Vendégem Deli Rita volt, az Albafehérvár kézilabdaklub vezetőedzője, egy legenda. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!